Legördült a 15 milliómodik generátor a Szega Miskolci üzemében. A cég egy éve független társaságként működik. 4%-os gazdasági növekedésével és 2000 munkatárssal a Miskolci üzem a cégcsoport alapkövét jelenti, a Szega gazdasági ügyvezetője szerint. Vállalati küldetésük továbbra is az elektromos mobilitás és a klímavédelem ösztönzése. Egy generátor, ami valóban tapsot érdemelt. Ez volt a 15 milliómodik darab, ami a cégcsoport Miskolci üzemében készült. Az indító motorok gyártása 2003-ban kezdődött Miskolcon. A cégcsoport tavaly óta független társaságként működik. 5 kontinensen 8000 munkavállalóval dolgoznak, melynek negyede miskolci alkalmazott. Európában ez a legnagyobb üzemük, 16 telephely közül a Miskolci önálló fejlesztési központjával, ezért is jelenti a cégcsoport egyik alapkövét Uwe Mank szerint. A teljes cégcsoportnak körülbelül az egynegyedét hozzuk gazdasági forgalom szempontjából, 4,2%-os növekedést sikerült elérnünk, ezért is vagyunk rendkívül elégedettek az elmúlt év eredményeivel. Úgy gondolom, Miskolcon minden megvan, amire a cégcsoportnak szüksége van, mondta a Szega gazdasági ügyvezetője. A cég az első nagy beruházók egyike volt, ide településük Miskolc egész gazdasági életére ösztönzőleg hatott, és ez az egyetlen vállalat, mellyel a város komplex együttműködési megállapodást kötött, hangsúlyozta Miskolc alpolgármestere. A cég társadalmi felelősségvállalása keretében számos miskolci eseményt, fesztivált, szervezetet támogat, amellyel példát mutat valamennyi hasonló vállalatnak, és persze a legfontosabb az, hogy itt Miskolcon és ebben a régióban körülbelül 2000 családnak adnak biztos megélhetést. A hatékony belső égésű motorokkal a klímavédelmet is támogatja a cég. Vállalati küldetésük a szén-dioxid kibocsátás csökkentése, mely Miskolc okos és zöld törekvéseivel is összhangban van. Demeter Ervin szerint nekik is köszönhető, hogy a megye folytathatja a felzárkózást az ország fejlettebb régióihoz. Továbbra is számíthatnak a kormányhivatalra, mint eddig, hiszen a Bosch cégcsoport és a Szega Hungary nem csak a cégcsoportnak a gazdagodását, hanem az itt élő embereknek a fejlődését és a megélhetését szolgálja. 2020-ig további klímavédelmet szolgáló termékek bevezetését tervezik, emellett a társadalmi felelősségvállalás és a képzett munkaerő megtartása is kitűzött cél. Idén például 100 olyan munkavállalót köszöntenek majd Miskolcon, aki 15 éve dolgozik a cégnél.